López nem ült vissza szerintem az autóba, hogy újra kiszálljon, nem, hanem valószínűleg felvételről látjuk ezt. A kétszeres világbajnokot most már. Utoljára egyébként Ivan Müllernek sikerült egymást követő két évben világbajnoki címet szereznie, azt megelőzően pedig egyedül Andy Priol volt erre képes a VTCC-ben. És ugye ők ketten azok, akik többszörös világbajnokok lettek, illetve most már velük együtt López. Ő López mérnöke, akit most megölelt az argentin. Közben nézem azért továbbra is a kérdéseket. Nagyon sokan érdeklődnek a Volvo-val kapcsolatban. Hivatalos információ nincs a pilótákkal, pilóták kérdésében, de egyre többet hallok olyan híreket, hogy két svéd jön jövőre. Valószínűleg Dahlgren és Björk. És azt mondom, hogy ennek van logika, vagy ebben van logika, mert két svéd versenyzővel, sztár nélkül nincs akkora nyomás a csapaton, és ugye alapvetően fejleszteni akarnak a következő évben, ezért csak két autóval indulnak. Sokkal kisebb lesz az elvárás rajtuk. Egyrésztről, másrésztről azért Robert Dahlgren egy pokolian gyors pilóta, tehát én úgy gondolom, hogy nagyon nem is tudnak vele mellé nyúlni. Képzett, ment VTCC-ben, tudja, ismeri, TC1-es autóval nem ment, de ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy egy olyan emberről beszélünk, aki abszolút alkalmas arra, hogy ha jó a kocsi, vagy fejlesz a kocsit, akkor akár jó eredményeket érjen el vele. Kedves nézők, kérdezi, hogy hova mehetne esetleg, vagy hova vihetnék Lópezt. Én az ő felsorolásában azt gondolom, hogy a Formula E az egyáltalán nem rossz tipp. Ugye ott van gyári csapata a Citroennek DS név alatt, és föl is merült ez a történet. Azt mondta López, hogy hosszabb távon érdekelné is az elektromos formautós bajnokság. Alapvetően egy formapilóta, ugye Form 1-es szerződéssel rendelkezett, csak a csapat mielőtt megindult volna, megszűnt. Úgyhogy nem tartom kizártnak, hogy a Citroen idővel átvigye oda. Így van. Hogyha már itt úgymond nincs rá szükség. Ugye én ezt régóta mondom, hogy nem kell nagy ész ahhoz, hogy az ember kimondja a Citroennél. Előbb vagy utóbb az a cél, hogy Loeb legyen a világbajnok. Loebet próbálják fölépíteni. Csúnyán fog hangozni, de López nekik addig kell, amíg Loeb nem egy masszív világbajnok esélyes pilóta. Utána lehet, hogy jobb, ha átmegy a Formula E-be, és ott szerzi nekik a győzelmeket. Szép lassan véget ér, szép lassan véget ér a szervi időszak. A versenyzők jönnek föl a rajtrácsra, és itt látható a képen, amiről beszéltünk, hogy alkonyati futam lesz, tehát szép lassan lemegy majd a nap a verseny végére. Nem tudom, emlékeznek a kedves nézők, volt már egy nem szándékosan, de alkonyati futam talán két évvel ezelőtt Shanghai-ban, amikor volt az emlékezetes elengedés. Ugye sokáig azt mondták, hogy Ivan Müller elengedte Tom Chiltont, hogy ő legyen a bajnoki második, akkor még ugye RML színekben mentek mind a ketten, aztán Müller azt mondta, hogy nem ő, csak elfékezte magát, meg elrontotta. Tehát nyilvánvalóan mindenki tudta, hogy valójában arról volt szó, hogy a csapattársból próbált világbajnoki másodikat csinálni. Katzburg. Lapierre-t már hallottuk. Niki Katzburg az másik, aki részt vett ebben. Mi a te verziód? Nem kellett volna ott lennem. Hetediknek indultam. Megint borzasztóan működött a rajt elektronika, rajtrendszer. Emiatt csalódottabb vagyok, mint a baleset miatt. Nika belül volt, én próbáltam helyet hagyni nekem, vagy neki. És egyszer csak azt láttam, hogy elrepül mellettem egy autó elképesztően gyorsan, mintha teljesen elvétette volna a kanyart. Nem ő, nem tudom, hogy ő találta el, vagy Nico, de valaki nekem jött. Nagyon erősen. Megsérült a bukókeret is. Fáj a fejem eléggé. Elég sok baleset van ebben a bajnokságban. Egy-két embernek meg kéne érteni, hogy nem lehet az első kanyarban megnyerni a futamot, de mondom még egyszer, a rajt miatt dühösebb vagyok. GTR-os autókkal versenyzel. Nagyon sérülékenyek ezek az autók. Kicsit talán máshogy kéne vezetni. Teljesen más az autó, mint a GT3-as. Sokkal nehezebb itt rajtolni. Ugyanazt csinálom általában, de amikor kicsit melegebb van, mint például most a versenyben, akkor egyszerűen nem működik a rajt elektronika. Elég bosszantó.
akár hányszor jó vagyok az időmérő edzésen, utána tudom, hogy a versenyem nem sikerül majd, mert nem tudok rajtolni rendesen. Nehéz így motiváltnak maradni. Egyébként Kacburg egy húzamban négyszer győzte le mind a két csapattársát az időmérőn, tehát tényleg látszik rajta, hogy gyors. Persze, pakol ilyen gyors. Megérte őt leigazolni. Viszont ez a verseny számára véget ért, fáj a feje. Gyakorlatilag, ha a bukókeret megsérült, akkor ott alapvető felújításra van szükség. Abszolút. Mert ott az egész autót újjá kell építeni majd. Úgyhogy ő biztos nem indul, Lapierre viszont beöltözött, tehát úgy tűnik, hogy ő rajtozálat. Mielis Norbi autója pedig ott a nagy DHL tábla alatt, úgyhogy ő indul. Bocsánat, a box utcából fog tudni elindulni nyilván. Igen, igen. Illetve Lapierre, hogyha még kijön a hátralévő 5,5 percben. Ha kijön. Akkor itt van még egyszer. Itt nagyon jól látszik egyébként, hogy Lapierre, amikor észreveszi Coronelt és ütközik vele, akkor elindul befele és úgy találja el Kacburgot. Volt az egy a kérdés, hogy nem látszik, mindig lassítva látjuk, hogy akkora volt a tempó különbség, hogy beesett oda Coronel, mert nem tudott már mit csinálni, és oda befele húzódott, oda menekült, és kiütötte, vagy már benn volt mellette, tehát ez még mindig nem látszik egyik képből sem. Van olyan kedves néző, aki a VTCC blog Facebook oldalon azt írja, hogy ő úgy látta, hogy még az esetet megelőzően Coronel már összeért egy ladával, és ezt követően érkezett meg ilyen tempóval. Ami érdekes, hogy mind a két lada versenyző úgy nyilatkozott, hogy szerinte Coronel gyorsabb volt, mint az észszerű lett volna. Egyelőre ezekből a képekből ezt nagyon nehéz eldönteni. Valamiért Coronel nem nyilatkozott, és nem mondott el erről a dologról semmit, és az gyanús általában azért ő az első, aki el szokta mondani azt, hogy elégedetlen a szituációval kapcsolatban, most viszont nagyon csöndben van. Viszont azt is hozzáteszem, hogy mindig magára is szokta vállalni, hogyha hibázik, tehát azért beleáll a dolgokban, úgyhogy most kicsit érdekes a szituáció. Van még 4 perc, meg egy pici. Még bezár a box utca. Ebből áll az életük az elmúlt néhány hétvégén. Összetörik az autó, megjavítják. Újra összetörik, újra megjavítják. Mintha Lapierre jött volna kifele a kivezető szakaszon, mintha hátul láttam volna, hogy... Igen, most... Illetve... Illetve nem vagyok biztos benne. Mi újabb kérdés a Facebookon, jön az Opel, nem tudunk erről semmit. Annyit tudunk, hogy még annak idején Engsleréknek volt egy olyan terve, hogy a Chevrolet Cruze-ból szerettek volna Opelt készíteni, ugye a GM csoport tagja volt ugyanúgy az Opel, de aztán nem sikerült. Rájöttek, hogy több pénzbe kerülne átalakítani a Chevy-t Opellé, mint amennyibe egy komplett új Opel építése, és ezt a pénzt nem akarták rászánni, azóta már a TCR-ben versenyeznek. Huffot láttam kifele jönni. Itt van Huff. Nagyon érdekes látni egyébként azt, hogy lement a nap. Érezhetően még a kameraképen keresztül is érezhetően kezd szürkülni. Úgyhogy különleges verseny lesz ez. Lapierre autója még a boxban. De jó kép, a három sárga autó, aki az egyes kanyarban összement. És Valentéje a negyedik. Úgy látszik, hogy Valente sem megy vissza, ő is jó nagyot kapott. Szóval most alkonyati verseny lesz, és utána Katarban pedig éjszakai. Úgyhogy döntögeti a tabukat a VTCC, és sok-sok újdonságot kipróbálnak. Majd még egy ötletem van, hogy mit kéne kipróbálni, de ezt a reklámszünet után. Szóval két dolgot röviden, miközben látjuk a legfontosabb dolgot, hogy Norbi ott van a pole pozícióban, megjavított autóval. Tehát egy javaslatom lenne a VTCC-nek, legyen izgalmas. Ez a legfontosabb, mert jó az éjszakai futam, jó az alkonyati verseny, ez mind-mind nagyon szép és jó, de az kéne, hogy a gyártók egymás ellen tudjanak versenyezni, és ne az legyen, hogy előre tudjuk, hogy Citroën pilóta nyeri majdnem az összes első futamot. Akkor lesz igazán jó a VTCC, hogyha kiegyensúlyozottabb lesz a küzdelem. A második dolog pedig, ami nagyon érdekes, és ezt Laci feszegette itt a reklámszünet alatt, két embert nem hallgattunk meg, Monterót és Coronelt. Igen. Azt a két embert, aki igazán jó infókat tudna mondani a két balesetről, és nem igazán értem, hogy van két pit reporter,
és készítettek összesen három interjút a Box utcában. Nem tudom, hogy elhajtották-e őket. És versenyek óta lemaradunk az akciókról is, meg a balesetekről is, úgyhogy nincsen nekünk visszalassítva. Hát vagy nincs rendesen, tehát egy normális, lassabb visszajátszást szeretnénk látni. Hát ezek azért hiányoznak, igen. Arról információnk nincs, hogy vizsgálják-e az esetet. Közben látható, hogy megy le a nap Buriram városa fölött a Chang nemzetközi pályán. Egyébként a pályának ugyanaz a tulajdonosa, mint a helyi futballcsapatnak, és még pénteken Norbiék ellátogattak a csapat edzésére, és volt egy 11-es párbaj, meg egy kis foci meccs. Van is egy videó fönt a VTCC blogon, hogy Norbit éppen buktatják foci közben. 6-6 lett a vége a 11-es párbajnak. Többek között Huff is kihagyta a büntetőjét úgy, hogy napszemüvegben és baseball sapkában akart odaállni, és odalépett hozzá Lopez, és mondta, hogy levette a napszemüveget, levette a sapkát, na így tessék odaállni, ki is hagyta Huff. És az egész videó azért volt érdekes, mert egy évvel ezelőtt Lopez egy nagyon gyors, tehetséges versenyző volt, de egy kicsit olyan kívülálló. Most érezni rajta, hogy gyakorlatilag egy ilyen kicsit ilyen falka vezér a VTCC-ben, mindenki tiszteli, ő megteheti még azt is, hogy oda megy Rob Huffhoz és leveszi róla a napszemüveget. Nyilván tudjuk, hogy a VTCC egy ilyen családias kör, tehát messze nincs olyan hierarchia, mint más bajnokságokban, de mégis egyértelműen látható az, hogy nagyon tisztelik Lopezt, és nagyon nagy tiszteletet vívott ki magának azzal, hogy most már kétszeres világbajnok. Katzburg nem lesz ott a negyedik rajtkockában, ez egészen biztos. Norbi és Montero az első két helyen, mind a két Honda nagyon jól rajtol, mind a két versenyző jól rajtol egyébként, úgyhogy Norbitól az év rajtja kéne, hogy meg tudja őrizni a vezetést. És aztán jönnek a Citroenek, Benani, Ma, Müller, Lööb és Lopez. Tarquini a tizedik, De Mustier a 11., Daste a 12. És aztán Street Rai, Huff, ugye mind a két futamra a sor végére küldték Filippi, és hát Valente, akinek kikérték az autóját a szerviz időszak alól, de szerintem Valente nem fog elindulni, ahogy Coronel és Lapierre sem. Ott állnak bent a boxban, tehát arra sem hiszem, hogy törekednének, hogy a box utcából elrajtoljanak. Lapierre-nél elképzelhető. Coronelnél is úgy láttam, hogy nagyon. Igaz. Optimistán dolgoztak az autón, elképzelhető, hogy... Valenténél volt olyan nagyon-nagyon nyugalom. Mielis Norvi másodszor indulhat második futamon a poleból, a Hungaroringen ez egész jól alakult az idei évben. Viszont volt még egy futam, ami nagyon emlékezetes, illetve még egy időmérő edzés, és ez a Motegiben rendezett időmérő volt, amit megnyert. Tehát összességében már háromszor, vagy harmadszor indul a pole pozícióból. Hölgyek le. Daste. Annak ellenére, hogy turbót kellett cserélni az autójában, egész jól ment. Stefano. Óriási figura. Nagyon sajnálom, hogy az autója ugye nem a legfrissebb specifikáció, tehát esélye sincs arra, hogy akár a többi Chevyvel harcoljon. Tartok tőle, hogy jövőre nem is lesz már itt a bajnokságban, bárki tudja. Nála sosem lehet tudni, hogy honnan van a pénz, és hogy mikor van, és mikor nincs. De jó figura, én hiányolnám őt a VTCC-ből. Ugye csinál egy olasz Lotus bajnokságot egyébként. Igen. És nem is sikertelen. Még Barcelonában beszélgettünk erről, és azt mondta, hogy nagyon jól megy. Hát sok autó, sok induló jól csinálják. Grégoire de Moustier a GT világából érkezett meg a VTCC-be. Egyelőre tanul, és elég sok pénzt költ egyébként a tanulásra. Amikor elindultak az autók Ázsiába az európai szezon után, az ő Chevy-je volt az egyetlen, amelyik itt maradt Európában, és több napon keresztül tesztelt. Mert pénz van bőven. Gabriele Tarquini, aki jelenleg az ötödik, 14 pont a hátránya Mával szemben, 9 az előnye Norbi előtt.
a kétszeres világbajnok Pecsito López. Beszélgettünk arról, hogy merre vezethet az útja. A jövő év az szinte biztos, hogy még VTCC. Egy nagyon érdekes bejelentést várunk a Citroentől a szezon végén. Akkor fognak dönteni, hogy 2017 után a ralliban, vagy a VTCC-ben maradnak egy gyári szinten. Nagyon sok a találgatás, nagyon sok kritériumot megfogalmazott Yves Maton, de most még lehetetlen megmondani. Én azt gondolom, hogy a Citroen szívéhez közelebb áll a ralli, mint a túrautózás. Ha hosszú távú befektetésben kell gondolkodni, elképzelhetőnek tartom, hogy nagyon sok vezetőnél a ralli előnyt élvez a túrautóval szemben. Lőb is nyilatkozott. Jól láttam, hogy a felesége volt, Severin, de erre most nem mernék megesküdni. Szóval Lőb is lenyilatkozta, hogy ha esetleg kiszáll a Citroen, akkor ő a saját csapatával is tudja folytatni. De közben a VTCC nagyon próbál kedvezni a Citroennek, második ázsiai futamot akarnak 2017-től. Úgyhogy megy a játék, megy a sakk, és egyelőre nagyon nehéz megmondani, hogy hogy döntenek. Egy valamit ígértek meg, 2017 után vagy a VRC-ből, vagy a VTCC-ből gyári szinten kiszállnak. Machinko a jelenleg 109 pont hátrányban Lőb mögött, a negyedik. De előbb láttuk Lőböt, vele kapcsolatban mindenképp el kell mondani, hogy már csak 20 pont a hátrány a Müllerrel szemben. Ha most megy egy jó futamot, akkor még Katar nagyon izgalmas lehet, mert Lőbnek akár maradhat esélye az összetett második helyre. Mehdi Benáni most a jobbik arcát mutatja, erről már beszéltünk korábban, de továbbra is ott van az a idézőjelbe tett szégyenfolt, hogy ezzel az autóval sem tudott még dobogóra állni az idei évben. Aztán láttuk Niki Katzburg üres rajtkockáját, és most jönne Montero, illetve Mihelis Norbi, előtte még Chilton, de tartunk előtte egy szünetet. A bevelegítő körön már a versenyzők az utolsó válaszok gyorsan a kérdésekre, valaki feszegette a jövő évi naptárt. Nemrég nyilatkozott erről François Ribeiro, nem lesz érdemi változás, ugyanazok az országok maradnak szinte biztos. Amiről lehet hallani, hogy Termas elkerül a naptár elejéről, tehát nem Argentinában indul majd a szezon, de egyébként szinte minden marad változatlan. Kérdeztek még a kedves nézők, hogy lesznek-e változások. A jövő évvel kapcsolatban lebonyolítási változásokat terveznek. Elképzelhető, hogy a második futam hosszabb lesz, és több pontot ér majd, de ez még csak egy olyan tervezet. Döntés október végén, ami már elmúlt. Tehát akkor valószínűleg egy kicsit tolódik ez a dolog, vagy nem nyilatkoztak egyelőre róla. De a lényeg, hogy terveznek folyamatosan változást, legalábbis sportszabályi változást. Ami a műszaki szabályokat illeti, a TC1-jel hosszú távon terveznek, még akár 8-10 éven keresztül maradhat ez a szabályrendszer. Viszont például fontolgatják, hogy a plusz súlyokon változtassanak, növeljék egy kicsit a súlyok mennyiségét, a kiszabható súlyok mennyiségét. És akkor innentől kezdve foglalkozzunk a versennyel, mert hogy Mihelis Norbi idén harmadik alkalommal a pole pozícióból indul. Ő maga kétféleképpen nyilatkozott. Egyrészt, amikor az időmérő edzés után megkérdezte őt az Eurosport, akkor az volt rögtön az első válasza, hogy cél a győzelem. Aztán, amikor nyilatkozott az Engő Motorsport honlapjának, akkor már egy picit óvatosabb volt, azt mondta, hogy szerinte jó sok pontot gyűjthet a második futamon, és cél a dobogó. Mondjuk a győzelem is dobogó, de picit óvatosabb volt. Norbi mellett egy márkatárs. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy korrekt lesz Montero. Elég közel van az első kanyar, ez ebből a képből remekül látható. És Montero van belül, úgyhogy óvatosan kell Norbinak bánni vele. Ha Norbi jól elkapja a rajtot, akkor onnan Monterónak szerintem nem lesz keresni valója, sőt, ebben egész biztos vagyok. Kell tehát egy jó rajt, és akkor Norbi fordulhat az egyes kanyarban, majd az ideális íven. Ez a kulcs. Benáninak olyan szempontból szerencséje van, hogy azonnal mozdulhat akár befele, hogyha úgy látja jónak.
de azt tudjuk, hogy a Citroennel borzasztó nehéz rajtolni. Nézzük akkor a második futamot. Tájföldről, Buriramból, a Chang nemzetközi pályáról, Mielis Norbi a pole pozícióban mellette, Montero nagyon gyorsan gyulladtak ki megint a lápák, Montero egy picit jobban rajtolt talán, de Norbi ennek ellenére be tud jönni elé, és ez a rajt tisztán megvan, visszavonom, amit az előbb mondtam, nem volt nagy különbség. Hoppá! A rajtok között. A két Citroen. Benáni. És Ma forgatta keresztbe. Nem, még itt. Norbi vezet, Montero a második, Chilton a harmadik, a Citroeneket majd később elrendezzük. De most célárnyékban bújik be mögé Montero, Norbi okosan tereli kifele a külső ívre, belül fékezi meg az autót és így zárja az előzési pontot. Ez szép volt Norbitól. Már összement egy másik Citroennel is. Kigyorsításnál jól el tudott jönni Norbi, és Chilton érkezik Monteróra, azt megköszönjük neki. Ráadásul Chiltonéknak van egy pici előnye Lopezzel szemben, Lopez megint óriásit rajtolt. Már Lőböt is megelőzte, Lőbbel ment, nem, Lőb ott van. De Lőbbel ment össze szerintem. Lőb ott van a második helyen a Citroenek közül, az ugye az ötödik összességében. Kicsúszott. Még egy Citroen, csak pont a monitort néztem. Lopez csúszott ki, mert Lőb van itt most a negyedik helyen. Igen, Lopez csúszott ki. Ő ment össze mával, és szerintem neki meg volt sérülve az autója. Már most ebben a sorban a második, ebben a Citroenes sorban, és egyelőre igen, az az ember érzése, hogy a Citroenek tartják a sort. Norbi pedig szépen meglépett Monterótól. Má, és mögötte Lopez, aki egy picit hibázott, de vissza tudott jönni. Mának védekeznie is kell. Mögöttük egyébként Huff, ha minden igaz, a Ladában így van, ő az egyetlen, aki rajthoz állt. Végül Lapierre sem jött ki a boxból. Az első kör végén Norbi vezet. Jaj, nagyon kemények egymással Citroenek. Elkezdték kiírni a bajnokság állását, ez már jó húzás volt. És Huff. Látom, hogy Ma és Lopez nagyon durván elkezdtek egymással kakaskodni. Már az egyes kanyarban kezdődött, utána most összementek, és itt folytatták. Ma egy picit meglép, Lopez pedig támadja Huff, és belső éven Huff megpróbál majd beszúrni mellé, ez sikerül is neki. Ideális éven tud azonban fordulni Lopez, és visszaveri ezt a támadást, és Tarquini de szépen csinálta. Bejött Huff mellé, és megelőzi. Ott volt egy koc valóban. Igen. Müller autója. Müller félre is állt. Igen. Müllerrel ment össze. Ki is tört, az egy defekt. Igen. De az is lehet, hogy ki is tört a kerék. Rosszul mondtam, először Lopez Müllerrel ment össze, aztán most meg Mával. És Müller ki is esett, úgyhogy... Várjál, nem frissül a lifetiming-ot, bocsánat, én az előző futam eredményét látom. Jó, a lifetiming-ot elfelejtjük. Szóval Müller visszacsúszott, és ez így Lőbnek nagyon-nagyon jó. Müller gyakorlatilag kiesett. Nem jön. Igen, ezt elfelejthetjük, ezt a lifetiming-ot. Ez sajnos nem frissül, úgyhogy... Ez a lifetiming, ez dead timing lett, kérlek szépen. Ez a halott időmérés. Na, Montero visszajött közben Norbira, és Chilton is ott lohol mögötte. Nem tudom, hogy Norbi autója mennyire egészséges. Huff vissza... Nem. Ezt most írják, hogy Tarquini előzte Huffot. És Tarquini már megérkezett a Citroen mögé. Már mögé. Lopez is visszacsúszott. Itt van még egyszer. Lőb és Lopez összeakaszkodása. Igen. Nem. Nem. Ő Ma volt. Lőb és Ma. Lőb és Ma. Ugye sárga tükör. Montero pedig Norbival erősködik. És megpróbál belőre kigyorsítani szűken. Ezt nagyon jól csinálja Montero. Az egyenesben egymás mellett vannak, és... Norbié lesz majd a belső ív a négyes kanyarban, a padlógázas négyes kanyarban, de Montero egy picikét előrébb van. Norbi van jobb íven, és az ötös kanyarban is Norbié lesz a jobb ív, de legyorsulta az egyenesben Montero. Okos volt Norbi, inkább visszazárt mögé, nem kezd el vele brusztolni, megpróbálja tartani a második helyet. Még mindig kifizetődőbb. Akartam mondani, mintha magára húzza Chilton, de közben magára húzta sajnos. Chilton gyanúsan gyors. Igen, nagyon. Szokatlanul gyors. A Chevrolet. Közben Lőb megérkezik rájuk, és Lőb most nagyon jól tudja, hogyha megnyeri ezt a futamot, átveszi a második helyet Müllertől. Nem viselkedik jól Norbi autója a kijáratokon. Nagyon elnyúlt tőle Montero. Folyamatosan leesik az ívről. Montero autójáról is lóg valami, de ez a legkevésbé sem fogja őt zavarni.
Engem inkább Lőb zavar, mert Lőb rettentően gyors. Chilton már nézelődik. Szóval itt jól összekevertük az elején a Citroeneket. Egyszer összement Mával Müller, utána meg Lőbbel. Lőbbel Má, de viszont López volt az, aki kipördült és visszaesett a sor, mármint a Citroen sor végére. Igen. Benáni közben már zárkózik vissza. Montero vezet. Norbi a második, és most Norbi föltartja Chiltont, azzal nagy szolgálatot tehet Monterónak. Norbi nagyon szenved az autóval, folyamatosan. És megérkezik mögé Lőb. Korrigálnia kell a kijáratokon. Most Chilton ezt benézte. Nem biztos, hogy jó lesz, kifizetődő lesz, erőből el fognak menni mellette. Hoppá, áthajtásos büntetés Norbinak a Park Fermé szabály megszegéséért. Valószínűleg hozzáért valaki az autóhoz, még mielőtt a szerviz időszak elkezdődött volna. Talán visszajátszák nekünk, teljesen fölösleges tartani Lőbéket. Norbit megbüntetik, valószínűleg Gergő ezt közli is vele. Chilton egyébként nagyon csúnyán benézte ezt, és Lőb kihasználta. És már érkezik Má is. Lőb nagyon jól versenyez most, és tudja, hogy a bajnoki második hely a tét. Chiltont már Má támadja. Norbi mögött pedig ott van Lőb. És Tarquini, aki hozza magával Lópezt. Tarquini nagyon agresszív. Chilton nagyon jól tartja a tempót velük. És nagyon szépen meglépett Montero. Norbi most megpróbálja ugyanazt, amit láttunk korábban, tartani még Lőböt, ameddig lehet. Egyébként, hogyha most sportszerű nagyon az Engő Motorsport, akkor még három körig kint tartják Norbit, hogy fogja Lőböt, ameddig lehet, és ezzel segítsen, de nem tartották kint. Jól láttam, hogy bejött Norbi. Igen, jól láttad, és igazából nem lenne célszerű, mert nagyon kockáztatnak az autó épségét is. Ez is benne van, abszolút. Úgyhogy kijött Norbi. Lőb pedig három másodperc hátrányból elkezdheti támadni Monterót. Élő időmérés, halott időmérésé változott továbbra is. Bekapcsolta a pit limitert, Norbi egyből elkezdett villogni a lámpa is. Chilton bődületes meccsben van. És López közben picit felszabadultabban autózik Tarquini mögött. Nem fog kockázatot vállalni. De gyorsabb. De sokkal gyorsabb, mint a Honda. Kár, hogy nem megy ez az időmérés, mert jó lenne látni, hogy milyen köridőket megy Lőb, és milyet Montero. Lőb leszakította magáról már. És vele együtt a többieket is. Illetve, bocsánat, Chilton. Igen. Nagyon ügyesen eljött. És ott van Huff is mögöttük még. Lópezt követi, és Huff mögé megérkezett Benáni, aki pillanatok alatt átlépett a mezőnyön. Az elején, amikor Müllerék ütköztek, akkor annak ő is szenvedő fele volt, és már Huffot támadja. Külső ívre teszi a Citroent, megpróbált volna szűken aláfordulni, de ezt nem hagyta Huff. Huff belül védekezik. Hopp, egy kicsit igen. Összeértek. Megint. Azért Huff mellett nem könnyű elmenni. Nagyon agresszív volt. És hogy érzi egyébként az autó határait, hogy pontosan tudta, hogy még visszajöhet Benáni elé. Chiltonnak a kapcsolatban... Igen, López most megpróbál egy kicsit aláfordulni Tarquininek, szélesen kezdi meg, hát ha kigyorsításon mellé tud menni. De azért Tarquini ennél rutinosabb, azonnal középre befordult. Szóval, hogy Chilton autójával kapcsolatban azért azt mondjuk el, hogy ugye ezekben a Chevy-kben sajnos most már nem teljesen egyforma fejlesztések vannak össze-vissza. A mezőnyben több olyan Chevy fut, amiben például Duster autójában nincsenek benne az új fejlesztések, vagy az új motor. Talán Coronelli-ben sem minden. És ezzel szemben viszont Chiltonéban én úgy tudom, hogy minden benne van. És ez azért látszik is, tehát nagyon jól tudja tartani a Hondával, meg a Citroennel a tempót. Chilton még egy érdekes
dolog lehet jövőre, vagy érdekes helyzet lehet jövőre, azért neki az anyagi feltételei megvannak. Mondok neked valamit, mit hallottam. Anyagi feltételei bőven megvannak arra, hogy akárhova menjen. És ugye van egy-kettő hely, és ami akárhova is akar menni. Igen, tehát, ezt akartam mondani, hogy azért, és ki is tud fizetni olyan pilóta ülést, mint például mondjuk egy Loeb Racing. Uh-huh. Mit hallottál? Egy olyan autót, ami C betűvel kezdődik, és Itroennel folytatódik a neve, hogy ilyenre pályázik. Hát abszolút, neki az anyagi háttere bőven megvan. És egy gondolom, afrikai hogy pilóta a csapattársa lenne jövőre. Ennyit többet nem mondhatunk, mert az már árulkodás lenne. Azt akartam mondani gyorsan, hogy azt írják közben a neten, hogy a zengősök beszámolója szerint a bal első futómű elment, úgyhogy nem százas autóval ment ki Norbi sajnos. Igen, nem tudták beállítani a futóművet valószínűleg a szerelési idő alatt, és ezáltal ezért csúszik le a kijáratokon egyébként, és főleg a jobbos kanyarokban, mert ugye a bal első kerék nem úgy működik, ahogy kellene. López. Azt a mindenit közben Loeb milyen keményen támadja Chiltont, és López ugyanezt csinálja Tarkinivel. Nagyon jó ez a meccs. És egyébként Chilton nem rossz versenyző. Nem egyáltalán nem rossz versenyző, én úgy gondolom, hogy hát, hogy megérdemelni. Jó képességekkel rendelkezik. Egyződött brit bajnokságban, ami azért egy nagyon komoly színvonallal bír, és itt is teljesen jól megállja a hegyét egy gyengébb, most például egy gyengébb autóval. László, csoda történt, kézrátétellel valaki feltámasztotta a dead timingot, és újra elméletileg live timing üzemmódban működik. Montero, Loeb, Chilton, Ma, Tarkini, López, Huff, Benani, és azt nézem közben, hogy Loeb például az első szektorban abszolút legjobb időt futott, de úgy összességében nem gyorsabb, mint Montero. Milyen szépen megléptek. Sőt, Montero leszakította Loebot. Ha most így intik le a futamot, akkor Loebnek 2 pont hátránya lesz Müllerrel szemben az összetetben. Hát ez nagyon nagy kérdés, hogy Chilton ki tudja átvédekezni. Azt valószínűsítem, hogy ha elfáradnak a gumik, akkor viszont meg nagyon el fog mellette menni, még akár Ma, Tarkini, López és Huff is, tehát hogy itt most neki nagyon észnél kell lenni. Hopp, alá is fordult már Ma. Ezt innen nagyon nehéz lesz, meg is csinálja kigyorsításon. Most megint okosnak kell lenni, és megpróbálni szélárnyékon utazni Mával, hogy leszakítsa magáról Tarkini, csak az a probléma, hogy annyival gyorsabb a Citroën, hogy nemhogy szélárnyékban nem tud mögötte menni, hanem gyakorlatilag már egy egyenes alatt kapott 4-5 métert, sőt 8-at is. És Tarkini már támadja Chiltont. Azt nézem közben, hogy Norbiek nem fejezték be a futamot, tehát jönnek tovább. Yokohama kupában ugyanis lehet pontokat szerezni talán. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. most. Tehát még pontszerző helyen van. Úgyhogy ezért szerintem szóba sem került az, hogy ne fejezze be. Arról nem is beszélve, hogy 13. tehát ha kiesnek még páran előle, akkor pontot is szerezhet. Nagyon szép, ahogy megy le a nap. De a legnagyobb baj az, hogy Montero is meg fogja előzni most már. És visszacsúszik a 7. helyre az összetetben. Gyakorlatilag 2-0 pontos futama lesz Norbinak, úgyhogy ma reggel még győzelemről beszéltünk. López szélárnyékból, dupla szélárnyékból próbált érkezni. Nagyon rövid a célegyenes. Már hogy ellépett egy kör alatt. Óriási motorerő különbség van. Jó kép. Chilton bement védekezni, bement vele együtt Montero, és Lópeznek kívülről megpróbálja őket körbeautózni. És még le az is elképzelhető, hogy sikerül neki, ha más nem. Tarkini, hoppá! Mind a két autót megelőzte kívülről. És most már ő van elő. Hihetetlen. Kívülről körbeautózta Chiltont is, és Tarkinit is. Jön vissza Chilton viszont. Jobb nem. Helyzetben van López. Viszont Tarkini megpróbálja ezt kihasználni, és bejön López mellé. Összemennek. Chilton, nézd meg, Chilton nevető harmadikként végignézi, hogy kinyírják egymást. Kemény volt, López visszaadta most a pofont.
leterelték a pályáról Tárkirit, aki visszaesik szinte half órára. Azért azt tudni kell, hogy ezeket a koccanásokat nem nagyon bírja a Honda. Sokkal inkább a Citroën. Citroënnel ellentétben. Ez az egyik dolog egyébként, amit mind a Ladának, mind a Hondának dolgoznia kell jövőre. Sokkal erősebb autót kell építeniük. Tiszta endurance feelingen van, ahogy sötétedik be. A régi Tárkirit láttuk egyébként. Kemény volt, de beleharapott a vasba. Szegény. Lopezzel keménykedj. Haffa autójából nézzük hátra Bernánit. Hát, López nem fogja utolérni Chilton, az már szinte biztos. López még inkább meglógott, mint már. Egy kör alatt Chiltontól. Viszont nagyon szép tényleg ez a naplementés futam. Benáni. Chiltonnak belül kell védekezni, ez nem fog jót tenni a gumiainak. És azért még van hátra pár kör. És elkezdett lőbb gyorsulni Monteróhoz képest. 2,5 másodperc a különbség. Előző körben 3 tizedet hozott. Ha ezt tudja folyamatosan, akkor a végén még akár oda is érhet. Mármint ezt a gyorsulást. Hát nehéz lesz. Nagyon nagy kérdés lesz az, hogy így, hogy lement a nap, mennyire fog változni a pálya hőmérséklete és ehhez képest a guminyomás. Ugye ilyenkor mindig elkezd hűlni hirtelen a levegő, ezáltal az aszfalt hőmérséklete is hirtelen hűl le, és itt teljesen máshogy elkezdenek viselkedni az autók is. Ezt az Endurance-ban ugye nyilván egészen máshogy kezelik, mert nem feltétlenül ennyire élen autóznak, vagy nyélen autóznak, vagy penge élen autóznak, nem ennyire kell a tizedekért küzdeni. De ettől függetlenül ez itt, ugye ehhez képest azért ott is egy megoldandó feladat. Most hát meg ezt belekalkulálod egy endurance futamon, nem, hogy, hogy mondani, hogy este is menjen így van, így van, pont arra gondolok, hogy mondjuk abban az etapban valaki, akinek a naplemente beleesik az etapjába, ott nyilván egy picit át kell állni arra a vezetési stílusra, hogy türelmesebbnek kell lenni ezekben a szituációban. Hát most itt nagyon sok türelemre nincs idő. 25-30 perc egy futam. Igen, aki türelmes, az visszaesik a sor végére, úgyhogy nekik most alkalmazkodni kell hozzá. Kérdés, hogy mekkorát hűl hirtelen a levegő, de nyilván hűl. Újabb 1,5 másodpercet hozott lő Monteron, de eltelt egy újabb kör. Chilton megint belül védekezik, ugyanazt csinálja. Hát így megint megpróbál aláfordulni. És most sikerül is. Igen, és kőkemény volt Tárkini, de ez igazi túrautós manőver volt. És így most Huff is és Bernani is el tud Chilton mellett menni. Ezt mondtam neked, ahogy a gumik elkezdenek nem a megfelelő állapotban lenni Chilton autóján, mindenki el fog mellette menni sajnos. Azért annyira nem jó ez a Chevy. Ezek az autók mind előtte vannak. Igen, ez tisztán látszott, hogy ahogy elfogy a gumi, akkor gyakorlatilag vége lesz a menetelésének. De azért azt mondjuk el, hogy ez az a fajta koccanás, ami tényleg benne van a sportban. Mellette vagy, kilincs ütközik a kilincsel. Ez túrautózás. Szerintem egy picit több is benne van. főleg a te előzöl. De azért mondom, hogy sokszor látunk olyan koccanást, amikor valaki meglöki az autó hátulját és keresztbe forgatja, és jönnek olyan vélemények, hogy hát a túrautózásban benne van a kontakt. Az a kontakt nincs benne, ez a fajta kontakt van benne. Ez abszolút. Tehát amikor pozíciót fogsz, amikor ott vagy már az ellenfél mellett, akkor nem kell félni a kontakttól. Egy 1,2 másodperc Montero hátránya, elkezdtek fogyni szerintem a gumik a Honda alatt. A leggyorsabb kört futott lőbb. Vagy nem jól működik a naplementéhez képest a beállítása, mármint a guminyomás beállítása. Nagyon sokat, lesz. Tehát el se tudják képzelni a kedves nézők, hogy milyen hirtelen hűl le a levegő meg az aszfalt hőmérséklete. Egyszerűen ilyen 10 fokokat is tud esni az aszfalt hőmérséklete. Hát az meg rettenetesen befolyásolja a beállítását meg a guminyomását egy ilyen autónak. És itt most ez történt. Ugye mezőny, hoppá, piros zászló. Na, valami történt, amit nem látunk. Csak úgy piros zászló nem szokott lenni. Nem látni jól, lehet, hogy azt mondják. Naplemente miatt nem tudják kizár dolognak tartom, mert direkt így tervezték a futamot. De ha meg baleset lenne, azt gyanítom, már mutatnák, igen. Szerveznek egy futamot a naplementébe, amit a naplemente miatt nem fejeznek be? De mi, lehet, hogy a versenyzők szóltak bentről, hogy
Mit szóltak? Nem lassultak. Ez nagyon fura. Na nézzük a nyilván, lehet, hogy vannak nagyon sötét foltjai a pályának, ami nem... Azt írják a Citroennél a Twitteren, hogy piros zászló, mert túl sötét van. Édesőistenem. Emberek, hát ezt találták ki, ez volt a szenzáció, hogy naplementében lesz a futam. Ajaj. Hát ez nagyon itt komoly furcsa. Problémák vannak. Ez nagyon-nagyon furcsa. Na, kitalálsz egy futamot, milyen szép lesz majd. Közben jönnek a zengős szerelők, egészen pontosan Roli jött át gratulálni a hondásoknak, akik ünneplik a győzelmet. Montero megnyeri a futamot, így hivatalosan, és ezzel megelőzi Norbit. Ez a harmadik győzelme egyébként Thiago Monterónak, ahogy kell, megállnak természetesen a célegyenesben. Mirek Bártos és csapata irányítja őket a helyükre. Hát ez nagyon-nagyon furcsa. Montero örül. Lőve egy picit dühös lesz, mert ő szerintem meg tudta volna előzni. Érkezik közben Tarquini. Work hard, play hard felirat, ami az új szlogenje Monterónak ott a bukóján. Lehet menni ünnepelni. Ezt várták a hondás szerelők. Minden igaz, egyébként a Yokohama kupában 7 pontra csökkent a különbség Norbi és Benani között ezzel a futammal. López nagyon mérges. Az igen. Igaza van egyébként. Tudom, hogy má volt az, aki nagyon csúnyán viselkedett. Nekem is ez a véleményem. De jó lenne ezt most hallani. Szerintem azt mondta neki, hogy előbb nézd meg, mit csináltál, és utána beszélgessünk róla. Én a helyébe ezt mondtam volna. Igen, egyébként ez is egy érthető dolog. Bent az autóból az ember sokszor máshogy látja. Tehát az ember általában úgy érzi, hogy neki van igaza. Lőb jön gratulálni, Tarquini jön gratulálni. És mondom még egyszer, Lőb versenyben az összetett második helyért. 2 pont a hátránya. Hát ez egy nagyon érdekes szituáció, hogy fogják és így leöntik a versenyt, mert besötétedik. Elképzelhető, hogy nem így tervezték, és azt gondolták, hogy jobban lehet majd látni. De hát azért ezt le lehetett volna próbálni. Kérlek szépen azt írják, hogy az FIA szólt közbe, és azt mondták, hogy nem lehet a versenyből éjszakai futam, mivel nincs kivilágítva a pálya. Viszont annyira besötétedett, hogy úgy ítélték meg, hogy ez már éjszakai futamnak számít, és ezért félbeszakították. Egy kedves néző írta egyébként azt, hogy elképzelhető, hogy a safety car zavarta meg a sztorit. Ugye az első futamban volt egy safety car, ezért hosszabb volt az első futam, picit talán később kezdődött a második. Én azt gondolom, hogy ezen a szinten ezt bele kell kalkulálni. Persze, hogy lehet egy safety car, és emiatt egy 10 perccel mondjuk csúszik a ennyi tartalékot egyébként mindig hagynak is benne. Hát ez amikor tudod, elmész vízipisztolyozni, és megsértődsz, hogy vizes lettél kategóriájú dolog lett. Én úgy érzem egy kicsit, hogy hát nyilván nem mi irányítjuk a dolgokat, de meglepő, hogy leintették 2 körrel a vége előtt. Biztonság egyébként mindenek előtt. Abszolút, csak ez megint egy nagyon-nagyon rossz üzenet a VTCC-ről. Hát gondolatlan. Milyen bajnokság az, amely rendez egy alkonyati futamot, majd 2 körrel a leintés előtt befejezi pirossal. Az imént láttuk, hogy sajnos Norbi a 7. helyre csúszott vissza ennek a nullázásnak, dupla nullázásnak köszönhetően, és Lőb hátránya 2 pont Müllerrel szemben, tehát lesz izgalom még Katarban az összetett második helyért. That was a ridiculously good world touring car race here and egy jó kis túrautó verseny. Mit lehet erre mondani? Csodás volt. Jó futam volt, igen. Jó volt a rajtom. Kicsit kiforogtak a gumik viszont, a kerekek. Úgyhogy Norbi maradt elő, de utol tudtam őt érni, megvártam a megfelelő pillanatot. Nem volt könnyű. Onnantól pedig csak meg kellett lépnem. Tudtam, hogy jönnek a Citroenek. Nyomtam, mint az állat. Mi jöttem, hogy Lőb érkezik. És egyre sötétebb lett.
Nagyon fura volt itt a vége. Néha elvétettük a féktávokat. Számomra ez tökéletes volt ez a döntés, de szerintem bölcs döntés született. Nagyon jó ez az egész csapatnak, nagyon örülök. Hát ő persze, hogy örül. Kedvenc feliratom. Sokáig éljen a király. It is an absolute pleasure. Na, Lopez. Come down here and have a little chat to our 2015 world champion. You can now. Kíváncsi vagyok, mit mond majd. Yes, I forgot. Lehet, hogy nem mond semmit az ütközésről. Enjoy the race. Élveztem a versenyt. It was moving. I did a really nice start, but jól sikerült a rajtom. I lost the car in turn 5. I did a mistake. De elvesztettem az ötös kanyarban az autót, egy picit hibáztam. Talán picit túl megnyugodtam. Kellett egy pár kör, hogy újra összekapjam magam. Volt egy kis momentum mával. Utána jó kis manővert mutattam be, jót csatáztunk Tarkinivel és Tom Chiltonnal. Jó kis futamot mentünk, azt gondolom. Most ünnepelhetsz. Nagyon várom már. Kemény év volt, kemény futam. Nagyon boldog vagyok. It's very difficult the system sometimes, you know, because egyáltalán nem egyszerű ez a rendszer. Az egyik pillanatban ünnepelsz, a következő pillanatban már koncentrálni kell. Thank you WTCC for the opportunity, as I always say. Nagyon köszönöm a WTCC-nek a lehetőséget. François Ribeiro-nak, Citroennek. Nélkülük és a családom nélkül, amit a Citroën és a családom nélkül nem lennék itt. 23 years of career. I think there's a lot, you know. So I cannot say all the names, but they know. Nagyon sokan vannak mögöttem, nagyon sokan segítettek a pályafutásom során eddig, egy hosszú pályafutás során, és nem tudom felsorolni a neveket, de sokan vannak. Kicsit olyan, mint a óvodát kihajtották volna játszótérre. Hát pont itt a szünetben beszélgettük, hogy 9,5 éves a fiam, és most jövőre elméletileg autóversenyezni fog. Komoly. Tehát itt azért már ő igazán gyerek. Úgyhogy tényleg itt a fiataloké a jövő. Azt gondolom, hogy itt a 16-22 éves korosztály az már felnőttnek számít. Szépen, jól látom, itt egy rögtönzött bajnoki bemutatót is tartanak Lópeznek. Sorba állnak a versenyzők, ez egy nagyon jó kis jelenet. A rögbiben szoktunk ilyet látni, amikor a győztes csapat versenyző, itt van François Ribeiro, a győztes csapat versenyzői sorfalat állnak a vesztesnek. Vízzel, ahogy kell. Milyen jó a díjkiosztó, ezt szépre megcsinálták. Mondjunk valami jót is. Látod a dobogó jobb oldalára, Lopez, látszik, hogy nem felhőtlen a kapcsolata mával. Nem tudom, hogy látod-e, amiről beszélek, de igen. Szemből bal oldalára. Igen. Minden távolabb tőle. Az első futam eredmény hirdetése, tehát Benani nyeri a Yokohama kupa értékelést, és jön az argentin himnusz a bajnoknak. A mérnöke, Lopez mérnöke jöhetett fel a dobogóra.
A kétszeres világbajnok tiszteletére most az egész himnuszt meghallgattuk. Kár, hogy lemaradunk az argentin himnusz ezer részéről. Nem rossz ez a kis pattogós záró fejezet. És akkor a francia himnusz a Citroennek. Az szép. Végre valami szép és egyedi kupa. Nemzeti Automobil Szövetség elnökétől kapta meg Machinkua. Mr. López, hogy le lehet-e szedni a tetejét. Még egy hatalmas babérkoszorú is jár a győztesnek. Érkeztek közben még hozzászólások a VTCC blog Facebook oldalon. Sajnos egyet kell értenem azzal, hogy Norbi számára gyakorlatilag elúszott az összetett negyedik hely. Csodák még léteznek. Ki kell majd számolni pontosan az állást, ezt most nem tettem meg, de attól tartok, hogy ma ezekkel a dobogós helyekkel olyan előnyet tett szert, hogy a negyedik hely biztos, hogy elérhetetlen. Én attól tartok, hogy az ötödik is az lesz szépen lassan. Sajnos a dead timing miatt most viszonylag lassan megy ez a számolás, úgyhogy nem is biztos, hogy nekiállok, mert mire végig számolom, véget ér a ladás. És nehéz dolga lesz a Yokohama kupában is Norbinak, 7 pontra csökkentette a hátrányát Benáni. Nagy meccs lesz még Katarban köztük. Hangulat. Ismét figyelmükbe ajánljuk 5 órától a VTCC hivatalos YouTube oldalán az Over the Line magazint. Angolul beszélő kedves nézőknek, mert ugye angol nyelven megy. Egy kis kibeszélő műsor, amit az idei évben vezettek be. Ben Kunstad Turasz vezetésével. Szépen átbeszéljük majd a két futam történéseit. A látvány tényleg nagyon jó. Nem volt rossz ötlet ez az alkonyati futam, csak nem így. Igen. Köszönöm. Nem tudok rá mit mondani. Nem volt rossz ötlet, viszont a kivitelezés az gyatrára sikerült. Vagy nem gondolták át, vagy nem egyeztettek, de egy safety káros fázis miatt egy csúszás, vagy egy nézőnk felvetette, nem befolyásolhatta ezt a dolgot, mert mindig van tartalék nyilván ebben a dologban. Az élő közvetítéshez azért igazodni kell, és két kör... Még azt gondolom, hogy akkor 5 perccel simán előrébb lehetett volna hozni, hogy befejezzék. Én úgy gondolom, hogy
Monteiro még támadható lett volna. Igen. És ezért nem örülök neki, hogy leintették. Ettől függetlenül megértem az FIA-t, hogyha nem első, nem éjszakai versenynek van bejelentve egy verseny, akkor ezt meg kell szakítani, hogyha nincsen kivilágítva a pálya minden pontja. Tehát nyilván ezek már jogi dolgok is, és a biztonság mindenek előtt, de nekem az a személyes véleményem, hogy ez rendesen el lett bennánizva, mert egyszerűen ilyet nem lehet egy világbajnoki sorozattal megcsinálni, hogy rendezünk egy sötét futamot, de leintjük, mert sötét lett. Igen. Más egyebet nem mondhatok. Kérem, kapcsolja ki. Várjuk a második futam eredmény hirdetését. Ez legalább szép, mondom még egyszer. Na, igen, de azért meglátod a pozitívumokat a dolgokban, ez valóban szép. Na, ami szép, az szép. A hölgyek is szépek. Na, nem olyan önfelett, mondjuk sosem szokta a igen, de most azért megkapta a forgálását Lopeztől, igen, van egy vitatott szituáció, amit nyilván majd mi is látunk, amikor kitárgyalnak, vagy elmondják a véleményüket mindketten a mi irányunkba is. Tom Coronelt hívták majdnem fel a dobogóra, legjobb privátnak. És azért a tájföldiek is örülhettek, mert kétszer is pontot szerzett Street Ride, most a portugál dílus. Congratulations to Wanda. Now please welcome onto the podium once again, Mr. Pedro Ninian. Ahogy azt láthattuk az előbbi feliratból is, meg most már a Excel táblázat is megerősíti. Közel 40 pont lett Norbi hátránya, 38 pont a lemaradása. Összesen 55-öt lehet majd szerezni Katarban, tehát matematikailag még nem úszott el a negyedik hely, de összességében elszállt. A Norbi hátránya Tarkinivel szemben 17 pont, tehát az is nehéz feladat lesz, hogy egyáltalán az egyik gyári Hondát megelőzze az idény záron. Mondom, még egyszer, csodák vannak, lehet benne bízni, de Norbi számára az egész év legrosszabb verseny hétvégéje volt ez a tájföldi, és az időmérő edzés után nagyon nem ezt gondoltuk. Nem volt olyan futama idén, ahol mind a két versenyen nullázott volna. Ugye a Szlovákia ring nagyon rosszul alakult, akkor összesen 4 pontot szerzett. Legutóbb Shanghaiban összesen 8-at. Volt még a marakesi hétvége, ami szintén egy 4 pontos, összvisz 4 pontos verseny volt. De ennyire balul sikerült hétvégéje, amikor egyetlen pontot sem tudott szerezni, még nem volt. Alessandro Mariani, a Yas Motorsport egyik tulajdonosa és vezetője. Láttuk egy pillanatra. És a boldog Tom Chilton, aki jövőre elképzelhető, hogy a neve kezdőbetűjével, megegyező kezdőbetűvel rendelkező gyártó autóját vezeti majd. Kellően bonyolult volt? Sejtelmes. Sejtelmes, mint a tájföldi éjszaka. So a quick photo, a family photo with Pechito Lopez
and the race one and race two podiums. Közben kérlek szépen, támogatásra leltünk a lengyel Eurosport VTCC kommentátorában, Andrzej Milczarekben, aki szintén ki van akadva a Twitteren a dead timing miatt. Nem csodálom. Talán egyébként a csapatok és az Eurosport kommentátorainak közös nyomására el lehet érni, hogy jövőre legyen változás, bár megmondom őszintén, hogy makacságban azért van bőven tartalék a VTCC vezetésében. Makacságból bőven van tartalék. Kedves nézők, szépen lassan mi búcsúzunk. Még megnézzük azért az ünneplést. November 27-én, pénteken rendezik majd a katari VTCC hétvégét. Nem akarnak ütközni sem a Forma 1 Abu Dhabi versenyével, sem azzal az igen nagy jelentőségű nemzetközi konferenciával, ami miatt változtatni kellett az időponton. Úgyhogy megint egy fura hétvégénk lesz. Azon a pénteken rendezik az időmérőt és a két futamot is. Amit a mai nappal megtudtunk, hogy 2015-ben is José María López a VTCC világbajnoka, tehát kétszeres világbajnok már. Nem akart koronán nyilatkozni, azt mutatta. Nem. Oda ment hozzá a kamerát, mutatta, hogy nem. Azt is megtudtuk, hogy Mihelis Norbinak már csak matematikai esélye van a negyedik hely megszerzésére és a gyári Hondák megelőzésére, úgyhogy majd a privát bajnoki címért szurkolhatunk Katarban. És azt is megtudtuk, hogy jó ötlet volt ez az alkonyati verseny, de nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. Köszönjük a figyelmüket, Csuti László és Lantos András búcsúzik, viszont hallásra. Viszont hallásra.